lukat. Veszed? Jó, sikerült kibontani. Jó. Először fel a fejre. Csini vagy. Jöhet a többi. Most, hogy ilyen csinosba öltöztünk, behatolunk Krakow nevű kis olasz falucskába, illetve városba annak idején, mert 2500 fős lakossága volt valaha, ma ez már csak pár száz fő, és nagyjából lakatlan az egész város. És ha esetleg valami a fejünkre esik, akkor talán túléljük. Sajnos nincsen angol nyelvű idegenvezetés, mert most ilyen ünnepek vannak, de mögöttünk látható az oka, amiért ez a város elhagyatott. És valószínűleg most pont azt meséli el, amúgy egy angol nyelvű leírást kaptunk, és ha meg akarod nézni, vagy el akarod olvasni a pontos történetet, azt a videó alatt megtaláld, egy linkben meg tudod majd nézni. A lényeg, hogy itt az 1963-ban lett szinte teljesen elhagyatott a város, és az az oka, hogy voltak ilyen földcsúszamlások, és ez tényleg mögöttem nagyon jól látszik, hogy hát a természet kiszúrt kicsit ezzel a településsel, ami amúgy már több mint 1000 éves, ha minden igaz, és ahogy szépen a földcsúszamlások időközönként, plusz ugye itt azért elég nagy a vulkáni tevékenység is a környéken, szépen lassan így összedőltek és lecsúsztak a házak, úgyhogy kénytelenek voltak elhagyni Krakowt az emberek. Újabb leomblott házikók. Azt mondtad, hogy milyen csóróba jöttünk be? Nem. Eredetileg 10 euró lenne az egy órás túra, 15 a két órás, de most csak egy órás volt. És a lényeg, hogy hát mondtuk, hogy jó, hát akkor két egy órás szeretnénk, mert ugye nyilván csak az van. És mondták, hogy jó, hát akkor 20 euró. Mondtuk, hogy jó van, kártyával lehet fizetni. Hát nem, nincs internetük. Mondom, az jó, mert hogy nincs nálunk pénz. És így a zsebő aprót meg mindent összekukáztunk, és 15 eurót sikerült összeszednünk, és azt mondták, hogy jó van, mehettek. Mondtuk nekik, de ez nem így volt, mert mondtam nekik, hogy fél 15 euró van, nincs angol túra, nincs teljes pénz. Jó, a discount. Azt mondták, hogy jó, legyen, azt lejöttünk. Mögöttem láthatjátok a legrégebbi épületét a városnak. 1060-ban vagy mikor építették? Hát majd 1000 éves. És az van a messze-messze a legjobb állapotban a mai napig, az összes többi épület az romokban áll, pedig valószínűleg csak 1-200 évesek. Elkezdtünk behaladni időközben a városba, nagyon-nagyon jól néz ki, az egyik palotánál vagyunk, a Grossi palotánál, ennyit értettem se. És itt beszúrok egy képet, mert ez nagyon jól megmutatja azt, hogy itt ez az elhagyatott város, ez a romokban lévő elhagyatott város, és hogy milyen környezetben van, tehát abszolút beleillik, mert hogy az is ilyen dimbes-dombos, de kopár, ilyen sárga, és valahogy így szinkronban van az egész. Igen, az egész olyan mesébe illő. A másik, hogy mi lemaradtunk a csoporttól, úgyse értünk alszul, úgyhogy így, ha egyetlen egy túravezető van, tehát simán le lehet maradni és kényelmesen csinálgatni a fotókat, és akkor utólag megnézed azokat a részeket, amiről valószínűleg beszélt 10-15 percet, és te úgyse értettél volna egy szót se, ha nem beszélsz alszul. Sikerült annyira lemaradnunk, hogy majdnem elvesztettük a csoportot, és megmondom őszintén, hogy én rossz irányba mentem volna, hogyha még egy embert nem látok meg egy pillanatig egy kis utcában.
úgyhogy azért annyira mégsem kell lemaradni. Ó, buli van! Buli van a csacsiknál! Ujj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 
szolgált ez a krákói városom, és tényleg nagyon sok, de abból kettőt emelünk ki összesen. Ami egyébként nekem feltűnt kettő film, amit ismerek is, az a Mel Gibsonos The Passion of Christ, meg az egyik James Bond film, Quantum of Solace. De tényleg nagyon hosszú a lista, és ugye a videó elején is mondtam, ezt a teljes angol szöveget, amit kaptam, majd elérhetővé tesszük a honlapon, a link a videó alatt, és akkor megnézhetitek ti is. Utólag lesz okos az ember, mikor az idegenvezetőnk mindent elmondott, amit szeretett volna, akkor ő így elment, és minket hátrahagyott, és már 20 percét bolyongunk, és senki nem szól ránk. Úgyhogy ha ezt tudtuk volna, vagy nem tudtam volna, én biztos egy kicsit előbb jövök, hogy jobban el tudjak veszni a városkába. Most viszont ki kell, hogy szaladjunk, mert a nap lemegy egy fél egy óra múlva, és szeretnék drónfelvételeket csinálni, amit hogyha sikerült, amúgy akkor már valószínűleg láttál is egy jó párat, és azt mi azt így utólag fogjuk megcsinálni. Ha teheted, tényleg a két órás csomagot vedd majd meg, mert ezzel az egy órás csomaggal tényleg éppen csak érintettük így a város szélét. Lélegzetel állítom, amúgy nagyon-nagyon keményen néz ki, soha hasonlót se láttam életembe. De a két órás csomagban gondolom, hogy jóval többet fogtok látni. Nekünk most már más feladatunk nincs, mint a drón megreptetni és megtalálni a megfelelő szöget, ahol a naplementében vagy a naplemente után le tudom fotózni a várost, és hogyha ez is sikerült, akkor még itt az elköszönés végén azt láthatod. Kösz, hogy velünk tartottatok, és a következő videóban találkozunk. Ha nem tettétek meg, iratkozzatok fel, komment, like, minden jöhet. Vígnapot! Sziasztok! Thank you.